titkok, a sztorik rátok várnak, hegyes füled, és te tánc a szádat, mi rá kérdezünk, és elmondjuk neked, humorra küldjük el az üzenetet. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a média válogatott Sztár Titkok, és egy olyan hölgyel fogok ma beszélgetni, aki az életemben egy nagyon fontos szereplő, és egyébként egy nagyon fontos szakaszban is elég sok időt töltöttünk együtt. Hölgyeim és uraim, itt van velem Baby Gabi. Szia, sziasztok, Gabiga. Sziasztok, örülök, hogy ilyen szépen fölvezettél. Gabika, nagyon örülök, hogy itt vagy velem és beszélgethetünk, és ahogy szoktuk ebben a műsorban, általában elindulunk a kezdetektől. Mesélj arról, hogy milyen volt a kis Gabika, milyen kislány voltál egész gyerekkorodban? Akaratos. Jaj, de jó. Akaratos. Azt kell tudni, hogy az én szüleimnek elég későn jöttem. A nővérem és én közöttem 6 év van, úgyhogy anyukáméknak, mivel hogy egyrészt nagyon sokat dolgoztak, másrészt már idősebbek voltak, de ők nem ültek le velem babázni, meg társasozni, tehát hogy igazából figyeltek rám, de hogy én nekem meg kellett tanulnom, hogy egyedül játszak. Úgyhogy mindenért meg kellett küzdenem, imádtam mindennel játszani, és én nagyon-nagyon feltaláltam magam, és én nagyon szerettem a rokonaimnál lenni például. A tesómmal ellentétben édesanyám egyszer el akart menni egy bába, még a testvérem kicsi volt, és egyszerűen ötször öltözött fel, és mindig kilépett a kapun, és már visított, és ordított. Na hát ez rám nem volt jellemző. Én nagyon szerettem a rokonaimnál lenni, én nagyon szerettem játszani, Martonvásáron, igen, és mindig feltaláltam magam. Tehát kimentem az udvarra, volt olyan, amikor persze édesapám például szívrohamot kapott már többször, mert hogy volt egy kis biciklim, és amikor lekerültek a pótkerekek, hát szerintem egy jó 2-3 hétig minden nap, amikor hazaért, azzal nyaggattam, hogy már pedig azt a kis kereket fúrja föl nekem a ház falára, mert én autósat szeretnék játszani, és az lenne a kormány. Hát apukám, hogy nem fúrja fel, de hát 3 hétig csak, de apu fúrt fel, mert az nekem kell, mert én autósat szeretnék játszani. Tehát voltak ilyen dolgaim, de egyébként azért mi egy olyan helyen nőttünk fel, egy jó nagy focipályával szemben, hogy én nagyon-nagyon-nagyon sokat voltam a szabadba, bicikliztem. Mert persze, hát ott nem, akkor még nem jártak így autók, tehát kimentem, és akkor ott a focipályánál, ott az erdős részen bicikliztem, hát azért egy kicsit más világ volt akkor. És én tudom, hogy a nővéreddel nagyon jó kapcsolatban vagytok, de hogy gyerekkorotokban is el voltatok együtt, vagy azért ez a 6 év kor különbség egy kicsit szétszakított benneteket? Hát szétszakított bennünket, mert azért mikor én már, nem tudom, én 3 éves lehettem, akkor ő volt 9, tehát aha, hogy annyira ő már akkor nem babázott, meg de nem meg anyáskodott felötted? Mindig anyáskodott, egész életében anyáskodott, de nem volt ez a leül velem és játszani, nagyon ritka volt, úgyhogy én igazából a testvéremmel akkor kezdtem el közösen, amikor én már akkora voltam, hogy vihetett a velencei Arató diszkóba, és akkor együtt már mehettünk diszkóba. Hú, ez a későbbi időszakra vonatkozik, erről is majd beszélünk, de ugye neked az édesapukád is zenével foglalkozott. Igen. Mennyire volt otthon zene? Otthon rendszeresen például azért annak idején, ugyebár nem volt például hétfőn adás a tévébe, akkor mindig rádiót hallgattunk, meg kívánságműsor, úgyhogy meg hát a lemez, ugyebár a Bakelit lemezjátszón hallgattuk, apukám nagyon sok lemezt vásárolt, és hála az égnek nem csak a frissebbek kerültek hozzánk, hanem azért mi képbe voltunk klasszikusokkal, igen, Zárai, Vámosi, és akkor sorolhatnám, Szécsi Pál. Igen, de te úgy tudom, hogy a rock'n'roll az, amit téged leginkább megfogott, és akkor gyerekkorodban már ment a otthoni fellépés? Persze, hát az ágyon, ágy volt a színpad, igen, és akkor letettem a plüssöket, a babákat, az volt a közönség, és akkor azt játszottam, hogy én vagyok Dóli Fenyő mellett, és akkor ment a Hungária lemez oda-vissza. És ilyenkor apukád le is kísért téged, vagy ez csak egy akkor én már kisajátítottam magamnak a lemezjátszót, és akkor én már csak én voltam a szobában. Azt nem mondta, hogy nem volt valami kamu mikrofon a kezedbe. Hogy ne lett volna, apukámnak mi, a mi
régi az. Mikrofonja. Ami rendesen mikrofonnal. Persze, tehát, persze. Nem fésű, meg nem fésű. Hát az impulzus présdoboz az azért bejátszott, de aztán apukámtól megkaptam azt a mikrofonját, ami már nem működött, és akkor leváltottam a dobozt mikrofonra. Na hát megvoltak a gyermekévek, most elmegyünk, meghallgatunk néhány dalt, és visszajövünk Baby Gabival itt a Sztártitkokban. És már is itt vagyunk, a műsor vendége Baby Gabi, és megtudtuk, hogy gyerekkorában nagyon mozgalmas életet éltél, biciklisztél, még fel is léptél, sokat rohangáltál ki innen a szabadba, de mi a helyzet az iskolai évekkel? Hogy teltek az iskolai évek nálad? Hát igazából semmi különös sokat nem volt. Sokat kellett ezen gondolkodni. Sokat kellett gondolkodni, az az igazság, hogy ebben is kiborítottam a szüleimet akkor, mert nem tudták elképzelni, hogy működik az, hogy megy a lemezjátszó, de én közben tanulok, és tényleg nekem működött. Tehát tudtam kétfelé figyelni, nyilván nem bömbölt, meg ha verset kellett tanulni, akkor nyilván nem, de például simán megírtam úgy egy házi feladatot, hogy szólt a zene a háttérben. Nekem a mai napig nagyon kevés barátom van, tehát ez jellemző volt az általános iskolára, és nekem volt egy nagyon jó barátnőm, persze voltak több barátaim is. Meg haverok, igen. Meg tudod, voltak ilyen klikkesedések, hogy volt a főnök, meg minden, hát én sose voltam főnök, hát nem is akartam lenni. Én nagyon jól éreztem magam, nagyon jó iskolába jártam, Martonvásáron, zenei iskola, úgyhogy tanultam már zenét is. Igen, ezt akartam kérdezni, mert ugye te viszonylag elég korán bekerültél a zenei forgatagba, lehet így mondani, hiszen a Viki suliba igen, a Viki sulit megelőzve Martonvásáron az amatőr rockzenekarban kezdtem a pályafutásomat 8-as koromban. Ugye az elején megtanult a dinamikát. Nagyon megtanultam, na ott megtanultam, hogy kell úgy énekelni, hogy nem hallasz magadból semmit. Igen. Azért annak idején még nem nagyon volt divat a kontrolláda, amikor hallottad be visszafelé. Tehát nagyon jól játszott a zenekar, tévébe is volt minden, tehát nagyon híres zenekar volt Martonvásáron, a Titán. Úgyhogy én ott kezdtem a pályafutásomat, és amikor ugyebár mindenki elment szakközépiskolába, gimnáziumba, ide-oda, akkor ennek vége szakadt, de hát én akkor meg elkezdtem a Pindácsi Vikihez járni az énekiskolájába. Talán 2 vagy 3 órán voltam, amikor mondta, hogy pont nincsen vokálosa. Az egyik kiesett, hogy nem vállalnám el, hát nagyon fiatal voltam még, és mondtam, hogy hát dehogy nem. De már mennyi idős voltál akkor? 16. Uh-huh. 16-17, igen. És akkor én már egy Budapesten már éjjel egy szórakozó helyen koncerteztünk, és ott léptem föl, és akkor másnap mentem iskolába. Aztán, ez nagyon durva. De a Vikis, tehát hogy a Vikis időszak alatt én úgy tudom, hogy azért ott elég sok olyan ismert emberrel jártál együtt, tehát a pályatársaid, akik most is még mindig működő énekesek. Kikkel voltál együtt ott akkor? Amikor én kezdtem, akkor nem volt. Aha. Így nagyon, Viki suliban nem, szerintem később jöttek azok az előadók, mint például a Fedor Kira. Igen. Zseniális hangja volt már akkor, és végül is ott a Viki suliba ismert meg engem az Évi meg a Klári. Igen, ezt akartam mondani, hogy aki utána a Baby aztán, Sisters is. Igen, mert eljöttek meghallgatni, és akkor mondták, hogy hát nekik oké, de hogy azért van ennek az egész történetnek egy menedzsere. És akkor mennyi idős voltál, amikor eljöttek megnézni téged? 18. 18, tehát akkor utána már felnőttként elindulhatott itt a Baby Sisters-es karriered. Hogy érezted magad akkor? Tehát, hogy mi volt? Felhők fölött jártál, vagy megijesztett, vagy mi volt az első reakciód? Nagyon-nagyon jól érezted, tehát nagyon boldog voltam, de azért azt kevesen tudják, hogy amikor én bekerültem a Baby Sisters-be, nekem volt egy nagyon komoly műtétem, és úgy volt, hogy nem tudok benne lenni a Baby Sisters-be, mert már ugyebár készültek volna a dalok, és indulni kellett volna, de azt már többször elmondtam, hogy én úgy kerültem be a Baby Sisters-be, hogy meg volt a harmadik tag, csak sajnos autóbalesete lett, amiből nagyon nehezen gyógyult, ezért kerültem be én a Baby Sisters-be, és majdnem én is kikerültem belőle, de hála az égnek mondták, hogy nem válogatnak tovább, megvárják, még felépülök, azért ez egy jó 1,5-2 hónap volt, tehát az első fotók, amik készültek, ott iszonyú kötés volt például a hasamon, és iszonyú fájdalmakkal mentem el a fotózásra.
És mivel, hogy nagyon sokáig voltam kórházba, ezért éppen, hogy csak voltam 50 akárhány, 1-2 kiló, abból lement még egy 5 kiló, tehát engem úgy ismertek meg, hogy kórosan sovány voltam, sajnos ez az emberekben megmaradt. Hát akkor most már, hogy bekerültél a Baby Sistersbe itt az idők folyamán, akkor innen folytassuk tovább. Néhány dal után nem sokára visszajövünk Baby Gabival. És már is visszatértünk, a média válogatott sztártitkok vendége Baby Gabi, aki, hát most már a beszélgetésünk során végre elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, hogy már bekerültél a Baby Sistersbe. Nem is akárhogy, hiszen azért egy elég szövevényes történet, ahogyan bekerültél, de azért mégis mesélj az első időszakról, hogy hogyan teltek ezek a beszoktatós meg a kezdeti időszak, hogy egyszer csak hirtelen az ismeretlenségből, vagy a kevésbé ismertségből a nagy ismertségbe. Hát csöppentél. Ez egy nagyon érdekes történet volt, mert hogy én akkor még iskolába jártam, és hát nem volt azért jellemző mobiltelefon. Az én testvérem nagyon hosszú ideig gyűjtögette a pénzt, hogy el tudjanak engem érni, bármikor riportra kell menni, el tudjanak érni, akár ha a vonaton ülök, vagy éppen iskolai szünetben. Úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok neki, mert kicsit nehézkes lett volna, meg hát akkor még Martonvásáron éltem. Úgyhogy ez így nagyon nehéz volt. Akkor volt olyan, hogy felszálltam a metróra, és akkor mentem, és akkor figyelj, ez az, te, ez nem az, te, ez az, te, ezek nem járnak metróval. Hát szálltam le a következő állomáson, teljesen más világ volt még akkor. Úgyhogy nehézkes volt, tehát én úgy érettségiztem, hogy előtte még a Berkes Gáborhoz faxolt a tételeket, hogy tanulgat, érettségizek. És akkor jött faxon, és amíg a lányok énekeltek, én olvasgattam, és végül is így érettségiztem le. Nagyon nehéz volt, iszonyú nehéz, mert akkor azért tehát hetente több, nem tudom, 5-6-7-8 riport volt, közben indultak a fellépések, közben készültek a lemezek, vagy készült az első lemez, készültek a dalok. Nagyon nehéz volt. De egyébként az egyik legjobb sztori, hogy mondtam az apukáméknak, hogy bekerültem ebbe a Baby Sistersbe, ebbe a lánycsapatba, és hogy vegyünk már egy CD lejátszót, mert hogy megjelenik CD-nk, és mondta apukám, hogy ne haragudj, nem fér bele, nem tudunk neked CD lejátszót venni, de azt megígérhetem, hogyha hazahozod a kezedbe a CD-t, akkor elmegyek és veszek egy CD lejátszót, és ez így történt, amikor kezembe fogtam. Akkor még kazettán is megjelent, tehát hogy persze, ez még az a világ igen, volt. Viszont hazahoztam az első CD-t, és apukám azzal a lendülettel beült az autóba, és elment nekem egy CD lejátszót venni. Hú, mekkora ünnepi pillanat lehetett. Nagyon. És mit szólt hozzá a család egyébként? Nem hittek benne az elején. Mert most képzel, ott éltünk Martonvásáron, vidéken, hogy majd pont a mi gyerekünkből lesz sztár, meg ismert előadó művész. Nem a tehetségemben kételkedtek, hanem hogy miért pont én lennék az, és amikor elindult ez az egész, akkor iszonyatosan boldog, az egy nagyon nem is szép szó rá, hihetetlenül boldogok voltak. És féltettek téged azért így a dolgoktól, mert azért sok mindenki fél attól, hogy az az igazság, hogy nagyon jó kezekben voltunk. Volt egy nagyon jó menedzserünk, a Berkes Gábor, akit ugyebár ismertek a szüleink is, és nagyon jó csapat volt mögöttünk, egy teljes nagy tím, akik azért vigyáztak rám. Hát azért nehéz volt az elején, mert aztán fel kellett, nyilván már nem tudtam ingázni, fel kellett költöznöm Pestre, és a Gold Recordban, ami ugye most már csak egy műsorszervező iroda, ott volt mindenki. Tehát akkor az egy teljes nagy menedzsment volt. Ott volt a Baby Sisters, az emberek, Mr. Rick, Alexa, tehát hogy ezek az előadók voltak ott nálunk. És én fönn az irodának a felső szintjén, a táncteremben aludtam egy szivacson. Így nyilván volt konyha, volt fürdőszoba, és én utána már onnan jöttem, mentem. Aha. Aztán már annyi idős lettem, hogy letehettem a jogsit, és akkor visszaköltöztem Martonvására. De jó. És emlékszel az első fellépésekre egyébként? Abszolút, sőt, a legelsőre is emlékszem, és nagyon. Még abban is bevásárlóközpontban, még ami az elsőként a Váci úton, az elsőként nyílt meg. Nem mondod, én nekem is ott volt az első fellépésem. Igen, és ráadásul a Viki Suli keretén belül énekeltünk a három lány.
egy dalt, és még arra is emlékszem, hogy fekete póló volt rajtunk, és rajtam például egy tehén mintás szőrös nadrág. És már hány évig tartott egyébként a Baby Sisters? Hát 96-ban álltunk össze, akkor jelent meg az első dala, rád gondolok, és 2000. december 31-én lett vége. Hát akkor innen folytassuk majd a következő blogban, meghallgatunk néhány dalt, és aztán jövünk vissza Baby Kapival és az ő titkával. És már is itt vagyunk, a média válogatott sztártitkok vendége Baby Gabi, és akkor elérkezett az a pillanat, amikor szeretnék rákérdezni arra, Gabika, hogy mi a te titkod? Mi nagyon sok mindenről beszélgettünk, de mondjuk titkot még nem is tudom, hogy árultál-e valaha nekem. Biztos, hogy árultam el neked is titkot. Mi, szerintem mindenkinek vannak titkai. Nekem nagyon kevesen tudják rólam, hogy én iszonyatosan pedáns vagyok. Tehát ilyen apróságok, hogy például a távirányítókat mindig úgy teszem le, hogy párhuzamosan, és hogyha nem ér össze, akkor ugyanakkor a hézag legyen közötte. Úgy teregetek, hogy a teregetés az, valaki kitereget helyette, már képes ők átteregetni. Ne csináld. De, mert megvan, hogy a technikája, hogy mit mi mellé rakok, hogy külön sorba az egyik gyerek, külön sorba másik gyerek, zoknit mindig párosítva, szigorúan nem, utána párosít. Hogy bírja ezt a környezetet? Megtanulták kezelni. De egyébként mindig én teregetek, úgyhogy ilyen gond nincsen, hogy valaki helyett át kell teregetnem. De mi zavar ilyenkor a legjobban? Tehát, hogy nem, nincs rendszerezve? Vagy mi az, ami... Igen, tehát, hogy én mindig mindent úgy teszek le, hogy párhuzamosan, hogy Jézusom, hogy áll a szemüvegem. Tehát mindent igazgatok. Mindig mindent igazgatok. Egész jól ellenére a Szolnoki Petivel, képzeld el, hogy ő pedig, neki az a mániája, hogy a kapcsolókat kell mindig lekapcsolni és felkapcsolni, és akkor olyan nincsen, hogy felkapcsolva hagyom ott, tehát az lefelé kell lekapcsolva, úgy jön ki a lakásból. Kíváncsi lennék, hogy egy hónap együtt élés után. Igen, egyébként ezek nagyon érdekes dolgok, tehát... És ez a Baby Sisters idők alatt is ugyanígy volt? Tehát mondjuk a lányokkal volt ilyen, hogy mit tudom, Évi, ne úgy tedd, Laci, nem, ez inkább itthon, ez itthoni történet, tehát én itthon figyelek mindig mindenre, minden a helyén legyen, minden derékszögbe, teljes káosz. Őrület. Gabika, és mi a helyzet veled, mivel töltöd az idődet? Most mennyire fér be egyébként a mosogatás az életedbe? Abszolút belefér, mindig is belefért, és bele is fog férni, meg közben ugyebár a családnevelés is, gyerekek nevelése is belefér az időmbe, közben készítem ugyebár most már az új lemezt. Még nem tudom, mi lesz a címe, de az biztos, hogy a tizedik szóló lemezem fog megjelenni, hogy elment az idő, mi? Igen, és ez már a szóló lemezed, ugye ehhez még hozzá lehet venni a Baby Sisters, tehát vannak lemezeid bőven. De ez a neve is ez lesz, hogy tizedik, vagy ez még. Nem tudom, még gondolkodom rajta, de valahogy, mint volt egy lemezem, az Elmondhatom, az úgy volt írva a lemezborítón, hogy Elmond, hatos, igen. És om. Igen, az a hatodik lemez, és onnan tudom számolni egyébként, mert múltkor valaki hirtelen megkérdezte, hogy hány lemezed jelent meg, és elkezdtem gondolkodni, és akkor az Elmondhatomtól számolom, azt nyomon tudom követni. És milyen dalokra számíthatunk a lemezről? Jókra. Ja, hát nyilvánvalóan. Ugye, nekem tetszik. Én mindig azt mondtam, hogy én nem másnak akarok megfelelni, én olyan dalokat énekelek, amiket én szeretek, amikben én jól érzem magam. Nyilván az előző lemezem, az Így szép a világ, ami például az a dal, az a családomról szól. Uh-huh. Tehát az előző lemez is, meg most ez a lemez is olyan dalokkal van, vagy olyan dalok vannak rajta, és hát lesznek rajta, amik már kicsit másról szólnak. Például így, hogy az édesapám elment februárban, így készült egy olyan, anyukámnak már volt emlékdal, apukámnak is volt dal, de amikor az a dal készült, apukám még élt, és neki szólt, hogy maradjon mindig velem. Uh-huh. És most így, hogy elment már mind a kettő, és együtt vannak, így készült egy lezárásról. Uh-huh. Tehát, hogy én ezzel lezárom ezt a búcsúzást. Tehát ilyen dal is lesz a lemezen, az a cím, hogy Angyalok vagytok, és akkor lesznek jó kis pörgős dalok. Meg gondolom videóklip. Videóklip az folyamatosan a Baby Gabi hivatalos YouTube csatornámon lehet, az összes klip ott van, úgyhogy látogassatok el, meg az új klipek is nyilván mindig felkerülnek.
A média válogatott sztártitkok vendége Baby Gabi volt, aki elárulta nekünk a titkát is. Köszönöm szépen, Gabi, hogy elfogadtad a meghívást. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, további szép napot kívánok. Viszlát. Sziasztok!